Már a köznapi algoritmusainknál is, például a teakészítésnél is láttuk, hogy még egyszerű feladatok sem oldhatóak meg pusztán utasítás sorozatokkal. Szükség lehet egy-egy feltételtől függő elágazásra. Ebben a videóban a feltételes utasításokról és elágazásokról lesz szó. Ebben az algoritmusban a feltételes utasítás eldöntendő kérdése az volt, hogy ízesítve szereted-e a teát, amennyiben a válasz igen, akkor az igazágon lép tovább az algoritmus, a következő utasítás az, hogy ízesítsd, tovább utána következő az, hogy idd meg, még hogyha nem a válaszod, akkor a hamiságban egyenesen ehhez az idd meghez lépünk. Általánosságban tehát elmondható, hogy gyakran előfordul, hogy csak az igazágban vannak utasítások, és egyébként a másikágban, tehát a hamiságban pedig nincsenek. Magyarul ez azt jelenti, hogy ha teljesül a feltétel, akkor hajtjuk végre az utasításokat, egyébként pedig lépünk tovább. Nézzük meg, hogyan lehetne megfogalmazni az általánosságban. A feltételes utasítás olyan parancsokat tartalmaz, amely egy meghatározott feltétel teljesülése esetén hajtódik végre. Nézzük meg, hogy néz ki egy mondatszerű leírással, hétköznapja megfogalmazva. Ha a feltétel teljesül, hajtsd végre az utasításokat. Nézzük meg logóban, hogy működik ez, de először nézzük át, hogy mik is azok a feltételek. Feltételek azok paraméterek változók és állandók értékeire vonatkozható, változó és állandó tartalmát, vagy két változó tartalmát hasonlítjuk össze, és az összehasonlítás során a matematikában már megismert relációs jeleket, kisebb-nagyobb, egyenlő, nagyobb-egyenlő, kisebb-egyenlő, nagyobb-egyenlő, és a különböző, eznek a jele a különböző, relációs jeleket használjuk. Az Imager logóban hogy néz ez ki? Ha feltétel, utasítás. Tehát a feltételbe be fog kerülni egy összehasonlítást, nézzük meg egy konkrét példán, egy eljárásba. Azt mondja, hogy ha a hosszúság nagyobb egyenlő, mint 100, akkor menjen előre hosszúságot. Nézzük meg ezt egy konkrét példán a logóban. Én ezt a vonal eljárást el is készítettem már előre. Kéri az értéket, ami legyen mondjuk 20. Nem csinált semmit, megint meghívom, és most legyen mondjuk 120, végrehajtotta a parancsot. Nézzük meg az eljárást magát, tehát vonal, tulajdonképpen egy paraméteres eljárás, mert bekértem a paramétert, ha ez nagyobb szögletes zárójelbe kell írni, ez a szintaktikájára figyelni kell, magát az utasítást, hogy mit hajtson végre. Tehát csak akkor hajtja végre, hogyha ad a lépés, ez nagyobb egyenlő, mint 100. Nézzük meg, hogy mire lehet még használni ezt a típusú feltételes utasítást. Én ide írtam egy megjegyzésben, például a rekurzióban nagyon szívesen használják, ahol ütközőnek lehet felhasználni, hogy ki tudjunk lépni a ciklusból. A rekurzióról egy picit később, de most mutatnék egy példát rá, a körök nevű eljárásom, ami egyes paraméterrel indítok el. Ez a rekurzió, ez azt fogja elkészíteni, azt fogja csinálni, hogy folyamatosan köröket, koncentrikus köröket készít. Ezt az eljárást én nem tudom leállítani, ez csak a kívülről a mindent leállít parancsal. Nézzük meg, hogy is néz ki. Tehát úgy néz ki, hogy önmagát meghívja az eljárás, bekér egy paramétert először is, aztán megcsinál egy kört, és utána újra és újra meghívja önmagát, annyival, hogy a paramétert 0,15%-dal növeli. De látjátok, hogy nem bírtam megállítani, tehát ütközőnek beállítok egy feltételes elágazást, tehát azt mondom, hogy ha az L paraméter kisebb, mint mondjuk 2, ugye szögletes zárójelbe kell tenni az utasítást, rendben van, most itt letörlöm az általt, még egyszer visszahívom az eljárást, és el is készítette, és látjuk, hogy megállt az ütköztető hatására. Még egyszer pillancsunk bele egy percre. Tehát maga az eljárás folyamatosan önmagát hívná meg, hogyha nem tettem volna be ezt az ütköztetést. Ha az L paraméter
eléri a kettőt, akkor álljon meg maga, akkor addig csinálja meg magát az utasítás. Ha ezen túllép, természetesen érte kettőt eléri, akkor abba hagyja az algoritmust, befejezi a futást. Nézzük az elágazást. Az elágazás esetén arról van szó, hogy van egy feltétel, és a feltétel teljesítésétől függően más-más útvonalon különböző parancsokat fog végrehajtani a program. Ebben az esetben az volt ugye a feltétel, kérdés, hogy busszal megyek, igen vagy nem. A hamiságon akkor gyalogolt, tehát elvégez egy utasítást, illetve az igazágon utasítások sorozatát fogja tovább folytatni. Tehát, hogy abban az esetben, hogyha teljesítéstől függően más-más útvonalon kell algoritmusba tovább haladni, az igazágon is, ahol teljesül a feltétel, ott is vannak valamilyen utasítások, és a hamiságon is vannak másfajta utasítások. Természetesen ez is egy idő után az igaz és a hamiság találkozik egy pontba, és utána azonos útvonalon halad tovább az algoritmus. Hogyan fogalmazzuk meg ezt egyszerű hétköznapi mondatokban, hogyha egy ilyen elágazó algoritmust közlünk valakivel? Azt mondjuk például, hogy ha így és így történik, akkor tedd ezt, különben azt. Mondatszerű leírással pontosítva így néz ki, ha a feltétel teljesül, akkor hajtsd végre az utasítás egyet, különben hajtsd végre az utasítás kettőt. Image logóban nézzük meg, hogy néz ki a szintaktika: hak, feltétel, utasítás 1 és utasítás 2. A hak az úgy jön ki, hogy a teljes parancs úgy néz ki, hogy hak különben, és ennek a rövidítését látjuk. Nézzünk rá példákat. Nézzük meg, hogy ezt hogyan tudjuk a vonal eljárásunk esetében finomítani. Ugye a vonal eljárás úgy nézett ki, hogy bekérte az L-et, mint lépésszám. Ha ez az L nagyobb egyenlő, mint 100, menjen előre 100-at, és írja ki különben, és ez az új dolog, hogy írja ki azt, hogy a paraméternek nagyobbnak kell lenni 100-nál, hívd meg megint az eljárást. Próbáljuk ki, hogy ez működik-e. Vonal 2, adok neki egy 100-ast, ugye ez rendben van megrajzolta. Most adok neki egy, mondjuk egy 80-ast, és ide alulra kiírta az írólapra, a paraméternek nagyobbnak kell lenni 100-nál, hívd meg megint az eljárást. Tehát egy visszajelzés, egy visszacsatolás a felhasználónak. Nézzünk még néhány példát. Például itt van a P1-es eljárásban. Az eljárás arról szól, hogy bekéri a C változót. A C változó kisebb, mint 100, akkor ezzel a C változóval készít egy nézetet. Amennyiben nem jó értéket adott meg, akkor túl nagy számot adtál meg, visszajelzést ad. Próbáljuk ki. Próbáljunk meg mondjuk egyszer egy olyat, hogy 122, túl nagy számot adtál meg, kisebbet kérek. Jó, akkor legyen mondjuk csak 10, ettől az kevés lenne, mondjuk 100, még mindig nagy, akkor legyen 99. Rendben van, megrajzolta. Finomítsuk egy kicsit tovább még, fejlesztük tovább még magát az eljárást. Annyival fejlesztettem tovább, hogy ez az eljárás azon kívül, hogy megrajzol egy nézetet, utána felajánlja, hogy még többet is rajzol, amennyiben ezt kéri, tehát azt mondja a felhasználó, hogy igen, kér, ezt egyessel vagy nullával jelzi, akkor ez az érték egy globális változóban, amit itt hozok létre, a V lesz a neve a változónak, mint válasz, az OSZ parancs hatására, ugye ez a olvasszám parancs rövidítése, bekerül ez az érték, amit a egyes vagy nullát beadott a felhasználó, ebbe a változóba, ebbe tárolódik. Közben kérek még egy adatot be, mégpedig azt, hogy mekkora legyen az oldal hossza ennek az újabb négyzeteknek. Itt már egy picit
feltételt állítok azzal a felhasználó fele is, hogy a bekérésbe közöm vele, hogy 100-nál kisebb legyen. A beérkező érték az S nevű változóba fog bekerülni az olvasszám segítségével, és nézzük az elágazást. Azt mondja, hogy ha az előzőben adott válasz 1, vagyis igaz, akkor végezz el a műveletet. Itt egyszerűen egy 5-ször megismétli azt, hogy rajzoljon egy nézetet, és mindig egy picit arrébb viszít ez az előre S plusz 10, az azt jelenti, hogy az oldalhossznál tízegységnél távolabb rakja, mégpedig azért, hogy ne érjenek egymásba a rajzolt nézetek. Tehát ez lesz a igazság, és a hamiság pedig az, hogy akkor viszlát, hogyha nem szeretné. No, nézzük akkor, próbáljuk ki magát az eljárást. P2. Jó, most adok neki egy nagy számot, hogy az első nézetet ne rajzolja meg. Rajzoljunk-e sok nézetet? Igen, rajzoljunk, kérünk egy számot, legyen mondjuk a 44, megrajzolta a nézeteket. Nézzük meg, mi van akkor, hogyha nem kér számot, akkor megint visszahívom a parancsot. Most legyen csak 13, pici nézetet megrajzolta, rajzolunk-e nézetet? Azt mondom, hogy nem. Ennek ellenére kéri azt, hogy kér egy 100-nál kisebb számot. Jó, hát megadom a 12-t, de nem fogja megrajzolni, mert nem kértem, és akkor viszlettel elköszön. Ezt a problémát kiküszöböltem, tehát az, hogy ott mégiscsak kérte azzal, mindjárt meg is mutatom a P3-ba, hogy áthelyeztem a számbekérést, belehelyeztem a ha-nál abba az utasításba, ami majd végre fogja hajtani. Ugyanis csak akkor kell kérni egy 100-nál kisebb számot, hogyha az igent válaszolta a felhasználó. Tehát ebbe az ágba, ebbe az utasításba, ide, tehát ide ebbe az utasításba behelyeztem az előzőeket, és akkor most már el is fogja végezni. Hát még annyit cifráztam, hogy itt nem előre megy, tehát itt nem egymás fölötti nézeteket rajzol, hanem el fogja fordítani. Próbáljuk ki mind a két variációt. Visszahívom most a P3. Előtte gyorsan letörlöm még az ablakot. Jó, tehát P3 is legyen mondjuk 20, rajzol egy pici nézetet, rajzoljunk-e nézetet, igen, rajzoljunk, kér egy 100-nál kisebb számot, legyen mondjuk 80, megrajzolta az elfordított nézeteket. És akkor most megnézzük, hogy mi van akkor, hogyha a nem ágon megyek tovább, tehát megint lehívom a eredetit, rajzoljunk-e sok nézetet, azt mondom, hogy nem, vagyis nulla, akkor viszlát. Akkor ez rendben van. Elvégeztük a műveletet. Nézzünk meg egy matek példát, egy kis matek. Létezik egy számnak reciproka? Ha igen, írassuk is ki. Először nézzük meg mondatszerű leírással. Azt mondja, hogy bekéri a számot. Itt van az elágazásomnak a feltétele, hogyha a szám különbözik nullával, akkor írja ki, végezz el a műveletet, különben nincs reciprokja. Oké, nézzük meg, hogy ez hogy néz ki a folyamatábrán. A kérdés az, hogy különbözik-e nullától, ugye, hogyha ha nem különbözik nullától, és megegyezik, akkor nincsen reciproka, mert nullával nem osztunk. Ha az igaz ágon pedig elvégzi a műveletet. És akkor nézzük meg ezt logóban. Már elkészítettem a eljárást. Tehát itt ez, mint számot bekérem a változomba, tehát bekerül a paraméter. Azt mondja, hogy ha a szám különbözik nullától, írja ki magát a reciprokot, különben írja ki, hogy reciprok. Tehát én itt nem vettem fel egy újabb változót, felesleges lett volna, sokkal egyszerűbb így megoldani. Nézzük meg, hogy működik-e. Reciprok. Mondjuk legyen a 100, annak 0,1 század, nagyon jó. És akkor próbáljuk ki, hogyha én mondjuk nullát adok, nincs reciprok. Tehát ez egy egyszerű matematikai példa volt, nagyon sok mindenre használható fel ez a vezérlési szerkezet, tehát ebben a
videóban megmutattam a feltételes utasításokat, két formáját, illetve az elágazásokat, megmutattam általánosságban, illetve az Imagine logóban hoztam példákat rá, és a végén megoldottunk egy matematikai feladatot is.